Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket, többet között óceán túlról is, és Önöket is köszöntöm nagy szeretettel. Én Cang Ferenc vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű házaspárja. Én Horváth Veronika vagyok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, reméljük, hogy ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PP előtti foglalkozásom végzettségem szempontjából gépészmérnök, azonban jelenleg a PPA tanulói csapatszervezés a legfőbb tevékenységem. Neked? Én eredendően természetgyógyásznak és környezetmérnöknek tanultam, és együtt. Lépényben élünk. Igen, és két gyönyörű szép lányunk van, és... Igen, családi eltűnős. Igen. És közös családi fészekben élünk együtt. Igen. Először is szeretném megköszönni Szedlacsony Miklósnak, hogy eljött Győrbe, megtisztelt bennünket, nagy megtiszteltetés, és annak is örülök, hogy itt vagytok, ilyen sokan eljöttetek, megtöltöttük a termet. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy különböző területen érte piacvezetői pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, neki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret továbbá mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket, neki van egy legrészletesebb információja a bolygó szinten 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg nekünk a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? És nem gondoltok arra, hogy valamit kellene tenni egy jobb világért? Tehát, vajon mit lehetne tenni egy jobb világért? Tehát mondjuk, hogyha az emberek a bolygón, tehát most nem csak rólunk van szó, hanem úgy a bolygón, mondjuk tudatosabbak lennének. Az mennyivel lenne jobb olyan? Mondjuk, hogyha okosabbak, értelmesebbek lennének, tehát jobb lenne a szellemük. Az mennyire lenne jobb? Jobb lenne? Hát most gondoljuk végig, hogyha a bolygón mindenki mondjuk tudatosabb lenne, okosabb, értelmesebb, az akkor vajon jobb világ felé haladnánk? Most ki az, aki esetleg olyat látott, hogy mintha lenne egy ilyen általános elbutulás? Oké, köszönöm szépen. Tehát most gondoljátok végig, hogyha van egy ilyen általános elbutulás, mivel ugye itt a teremben csak nem mindenki ezt látta, vagy ezt látja, akkor vajon mitől lesz jobb a jövőben? Tehát gondoljátok végig. Tehát akkor az azt jelenti, hogy egyre rosszabb és rosszabb lesz, nem? És hova fajul ez az egész?
Tehát milyen világunk lesz mondjuk 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, hogyha így halad tovább. Mondok példát, jó? Éppen tegnap számolt be valaki, aki szemináriumunkon volt, most volt ugye 20-án a szemináriumunk, és repülővel jött. És előtte szintén repülővel jött, augusztus elején. És augusztus elején azt még nem tapasztalta, amit most itt augusztus 20-a környékén oda-vissza tapasztalta, hogy a kifutópályán valami fehér gáz jött be az utastérbe. Oda is, vissza is. Hol? A légkondin keresztül. Megkérdezte a stewardest, és azt mondta, hogy hát az csak a légkondiban lévő pára kicsapódás. Na most én tudomásom szerint az hidegben látjuk a gőzt. Melegben nem látjuk a gőzt. Az nincsen. Oké? Na most az valami fertőtlenítő lehetett. Tehát ezt csak azért mondom, hogy már kezdik. Még augusztus van, de már kezdik ezt a baromságukat, érted, hogy fertőtlenítsünk. És oda-vissza, mielőtt a gép felszállt, amikor ugye elindult, ott ugye kavarog, mire kimegy a kifutópályára, addig ez a sűrű, fehér, gőzszerű valami jött kifele, de nem gőz, mert ugye a gőz az nem jöhetett, mert sose jött. Te láttam az autódból gőzt kijönni a légkondin keresztül, vagy ezeken a légkondikon keresztül láttatok már valaha gőzt kijönni? Soha életbe. Szóval mondom, már kezdik a baromságukat, hogy fertőtlenítsük az embereket. Csak ez a fertőtlenítésről nekem a második világháború jut eszembe. Érted? Tehát ott volt hasonló, hogy elmentek fürdeni, és akkor a víz helyett gáz jött. Jó, tehát érdekes dolgok ezek, ez csak úgy eszembe jutott, ez egy tegnapi példa, nem összeesküvés elmélet, mert ez egy tény. Oké? És az utasok ott csodálkoztak, hogy, és többen is megkérdezték ugye a stewardest, hogy mi a fészkes fene. Tehát magyarul még a stewardessek se tudják, tehát a légi kísérők sem tudják. Na most, tehát akkora az elhűlés, hogy valami hihetetlen, tehát gyakorlatilag ezt valaki intézi, valami munkás intézi, hogy ilyen gáz kerüljön be az utastérbe. Én ezt csak úgy mondom, úgy érdekességként. Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Mit csinálunk? Rendszeresen vannak képzéseink. Tehát annyit érdemes tudni ezekkel a képzésekkel kapcsolatban, ezeket a képzéseket én tartom. Tehát az elmúlt 14 évben több mint 1000 képzést tartottam, 1000 alkalommal, több mint 1000 alkalommal, és alkalmanként 2-szer. Tehát akkor számoljátok ki, hogy mennyi képzést tarthattam mondjuk az elmúlt 14 évben, és a képzéseket elkezdtem tartani, az emberek képzését 93-ban. Azóta legalább heti 2 képzést tartottam 2009-ig, azóta heti 4-et, plusz még ugye van, amikor többet is. Tehát mondhatjuk azt, hogy azóta több ezer képzést tartottam, tehát több ezer képzést, és nem csak képzéseket, hanem én tárgyaltam cégvezetőkkel régebben, az is több mint 1000 cégvezetővel való tárgyalás volt, még nem ebben a tevékenységben, amit végeztem. Tehát elég sok mindent tapasztaltam az emberekkel, előadásokkal, képzésekkel kapcsolatban. 93 óta tanítok, vezetek embereket,
91 óta van saját szervezésű csapatom, 91 óta. Tehát én nem úgy voltam, nem úgy lettem vezető, hogy embereket helyeztek alám. Én úgy lettem vezető, hogy én hoztam létre saját magamnak csapatot 93-tól. És azóta, az elmúlt 14 évben kaptam több képességet. Mondom, kaptam. Tehát nem szereztem, kaptam. Kitől kaptam? Teremtőmtől kaptam ezeket a képességeket. Például tegnap előtt is beszéltem egy hölgyel, aki felhívott azért, mert ilyen kicsit ő is különleges képességekkel rendelkezik, és azt kapta fentről, hogy feltétlenül beszélnie kell velem. Szó szerint. És már úgy csatlakozott ide, hogy már egy pár hónapja itt van, úgy csatlakozott ide, hogy akkor is ugyanez volt, hogy ehhez a társasághoz neki csatlakoznia kell. Tudjátok, hány olyan emberrel találkoztam az elmúlt 14 évben, akit ide küldtek, ilyen belső hang küldött ide? Oké? És gondoljátok végig, mondom, hogy azért kapta ezt, hogy beszélnie kell velem, mert én fogok tudni neki olyan dolgokat mondani, ami az életével most összefüggésben van. És akkor ezt elmondta nekem még az elején a beszélgetésünknek, és ugye beszélgettünk, neki vannak ilyen-olyan dolgai, amire kellett megoldás, és akkor ugye beszélgettünk az elején, nem mondom, mi a túrót fogok neki választ adni, és képzeljétek el, a végére mindenre kaptam választ, és átadtam neki a választ. Tehát mindenre. Tehát a válaszokat is én kaptam. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ő küldte a kérdést felém, tehát mondta nekem a kérdést, és akkor én kaptam a választ, és megkapta a válaszokat. Olyan dolgokat, amire utána azt mondta, hogy köszöni szépen, nagyon hálás. Oké? Na most ez a segítség, ez a rendszerünkben, ez díjmentes azok számára, akik itt tanulnak, ha ők közvetlenül az én tanulóim, akkor pedig ugye tudnak velem kommunikálni, akik nem közvetlen az én tanulóim, de itt vannak a rendszerben, akkor tudnak velem ilyen formájú kommunikációt művelni, hogyha hát ha már szerveznek is. Mert ugye nekünk nem csak egy tanulás részünk van, mint meg fogjátok látni, hanem egy kicsit több is annál. Jó, tehát képzéseket tartunk hetente, majd mindjárt meg fogod látni, hogy hogyan, milyen formában, azért, hogy fejlődhessenek az emberek. Mindjárt azt is meg fogod látni, hogy milyen típusú képzéseket tartunk. És hogy elég tudást adjunk az embereknek az élet és az ember működéséről. Hozzá segítjük a tanuló partnereinket a szeretet tudásához, képességéhez, ami bennünk lakozik, velük született tulajdonság, csak mint elfelejtenénk a szeretetet működtetni. Pedig egy nagyon fontos dolog lenne. Az egészség is fontos, hiszen hogyha az ember beteg, vagy éppen betegeskedik, akkor azzal az a probléma, hogy arra fókuszál, arra figyel, és más dologra kevésbé tud figyelni. Tehát az ember, tudjátok, hogy alapvetően elsősorban egy dologra tud oda koncentrálni. Elérjék az emberek az elismerést, elérjék az emberek a szabadságot. Tehát talán nem azért születtél, hogy szabad legyél. Tehát én nem hiszem, hogy valaki rabszolgának vagy szolgának született, nem? A mai világban, persze az 1800-as évek előtt ez tényleg így volt, hogy valaki valaminek született, és akkor annak született. De itt a 20. századtól ez nem így működik. Tehát bárki, aki bármilyen családba született, túlléphet a szülein. Simán. Sokkal többre viheti, mint a szülei vitték. Sokkal, de sokkal. Én is sokkal többre vittem, mint a szüleim.
És hát legyen az embernek elég pénze. Ki az, akinek fontos, hogy legyen elég pénze? Azt tegye már fel a kezét. Tehát nem azt mondom, hogy sok, elég. Van, akinek az elég a sok, nem? Nagyon sok. Van, akinek kicsit kevesen. Tehát az elég, az relatív, az mindenkinek a saját magának a igénye alapján dől el. Tehát ugye az emberek ezekben azt nézem, hogy hiányzik a vége, meg az elején. Ezt nem figyeltük meg. Jó, most majd nem állítom át, de majd a szünetbe átállítom. A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy ajánlják a nyílt akadémiánál a nálunk tanulást. Tehát mindenki grátisban kapja meg ezt a lehetőséget, hogy ez nem kötelező, ebbe lehet élni, el lehet menni mellette, hogy aki itt tanul, az kap egy üzletet is grátisba. Maga az üzlet az, hogy valamit te csinálsz, mondjuk tanulsz itt, és azt ajánlod másoknak. Hogy most kinek, idegennek vagy ismerősnek, ez most teljesen mindegy. Van az egész mögött egy részvénytársaság, úgy hívják, hogy Hunor Trade Zrt. Ez megjelent ott a legelején. És egy teljesen egyedülálló és kiváló üzleti lehetőséget is adunk grátisba. Ez a PPH, Problem Prevention Holding, azt jelenti a PPH, láncépítő üzleted formájában tud megvalósulni, a saját üzleted formájában tud megvalósulni. Melynek révén tényleg szabaddá válhat egy ember. Ugye a szabadság az azt jelenti, hogy odamész, ahol akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. De nézzük meg, hogy mit is csinálunk továbbra is, maradjunk ennél a témánál. Az ember és életjobbító kócsképzéseink által az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és képességeket is, illetve gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a céljaik elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, hiszen a környezetedben lévő emberek nem fejlődnek, akkor neked sem lesz túl jó. És a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében, boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re szeretett korszak legyen. Azaz aranykor legyen. Ez egy határidő, ezt nem én tűztem ki. Ezt kitűzték az emberiség számára, ezt a 2035-ös dátumot. Tehát addigra egy úgynevezett szeretett korszaknak, aranykornak kell lenni, és nagy gond van, nagy gond lesz, ha nem lesz. Jó? Tehát nagyon nagy gond lesz, ha nem lesz. Kaptál egy egyetlen, és ezáltal miért egyetlen? Mert ezzel, amivel foglalkozunk, az emberek tudatosságának fejlesztésével, ember és éles ismeretük gyarapításával, ezzel igazából ilyen rendszer szerűen mi foglalkozunk. 9 éves képzésünk van. 9 éves képzés, havi szinte 30 óra. Akkor ezt szoroz meg 12-vel, szoroz meg 9 évvel, és akkor ki tudod számolni, hogy hány éves tudást tudsz itt szerezni, illetve hány órás tudást tudsz itt szerezni. Jó? Tehát ezáltal egyetlen és ezáltal utolsó esély, tehát mivel nincs másik, ezért nincs más esély. Ezért utolsó esély a tudatosodásra, a szellemi és lelki fejlődésre. Kócsképzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Érdekes, ez most látszik, ha nem takarom el. Ez itt most benne van minden. Nem, ez most arrébb van, beljebb van. Jó. Ezt a projektot már rég használtam, aztán
Már elszoktam tőle. Szóval lényeg az, hogy itt van 10 életterület. Ez a 10 életterület elvileg minden embernek van. Azért mondom, hogy elvileg, mert nem biztos, hogy számon tartja. De ez van. De sok ember azt gondolja, hogy a 10-es nincs. Pedig az legalább annyira fontos, mint az bármelyik. Mint bármelyik a 10 közül. Tehát annyit értsetek meg ebből a 10-essel kapcsolatban, hogyha ezt gyakorolnád, sokkal könnyebben élnéd az életedet. Pont. Nem is magyarázok többet, jó? Ebből kapcsolatban. Tehát itt van 10 életterület, erre mindre tudást adunk. Mindre. A 14 évben nem tudtak olyan kérdést föltenni az emberek, bárki, pedig több tízezer ember fordult itt meg nálunk az elmúlt 14 évben, nem tudtak olyan kérdést föltenni az élet és emberismerettel kapcsolatban, amire mondjuk max. 3 percen belül ne tudtam volna választ adni. Oké? És nem azért, mert ennyire szerteágazó a tudásom, bár eléggé szerteágazó, ugye azt tudjuk, hanem azért, mert ilyen égi kapcsolatom van. Oké? Nézzük tovább. Ugye szó volt arról, hogy lelki fejlődés. A lelki fejlődésnek van 7 szintje. A legtöbb ember itt van ezen az 1-es, 2-esen. És hát föl kellene kerülni a 6-os, 7-esre. A 6-os jelenteni a bekerülést a szeretett korszakba. A 7-es pedig egy még magasabb szintet, amiért leszülettünk erre a bolygóra, ugyanis mindenki azért született le, hogy visszakerülhessen abba a létformába, amiből jött, az pedig nem egy mondjuk kő létforma, vagy egy növény, vagy egy állat létforma, hanem egy isteni létforma. Az azt jelenti, hogy minimum angyal. Tehát mielőtt lejöttél volna a bolygóra, mint lélek, angyal voltál. Minimum. Tehát, hogy valamikor angyal voltál, az holdbiztos, de annál több is lehettél. Mert lehettél akár arkangyal, vagy lehettél az első fokozatú Isten. Érted? Aki lejött. Csak egy kérdés van, hogy visszakerülsz-e, és mikor? Már hogy visszakerülsz valamikor, az biztos, csak egy kérdés, hogy mikor. Ebben az életedben, vagy valamelyik másikban? Ez a kérdés. Én azért vagyok itt, hogy minél több embert felvigyek a magasabb létformába. Oké? De az azt jelenti, hogy nem egyszerre, hanem mindenki, amikor majd ki akar lépni a testéből, nem meghal, ki akar lépni a testéből, akkor kilép, itt hagyja a testét, és fölmegy a fenti létformába. Érted? De ez azt jelenti, hogy a fenti létforma az egy isteni, angyali létforma. Oké? És ott nincs szenvedés semmilyen szinten. Ezt csak úgy mondanám, jó? Tehát azért vagy itt, hogy ebben az átlag 80 évben sokkal többet tapasztalj, mint ott mondjuk 800 ezer év alatt. Érted? Ott nincs idő, mivel a lélek halhatatlan. Jó, nem kell ezt elhinni. Én tudom, hogy így van. Gondold végig, melyik a jobb. Ha nem hiszed azt, hogy a lelked halhatatlan, vagy azt hiszed, hogy a lelked halhatatlan. Neked melyik a jobb. Jó? Nekem aztán tök mindegy, hogy mit hiszel. Én tudom, amit tudok. Oké? Jó, tehát nézzük tovább. Saját csapat és üzlet nélkül ezek nem érhetőek el. Saját csapat és saját üzlet nélkül. Jó? Ez a saját üzleted. Van 60 vagy havi 30 órás ember és életjobbító coach képzésünk, amit igénybe vehet személyesen a helyszínen, például ez most a helyszínen van, vagy élőben az interneten keresztül.
tévén vagy rádión, mit tudom én, mondjuk éppen autót vezetsz, akkor fülhallgató vagy, ugye megosztod a rádióddal, illetve videón, hangfelvételről továbbá is le is töltheted. Tehát ugyanúgy a tévén vagy videó vagy hangfelvétel fönn van a neten, le lehet tölteni. Coach-képzéseink piac értéke havonta 200 ezer forint. Mi az, hogy coach? Az azt jelenti, magyarra fordítva, hogy ember és életjobbító. Jó? Ezt jelenti. Én erre jobb kifejezést nem találtam. A coach egy szakma, szakma. Képzeljétek el, egyetemeken is tanítják a világban. Jó? De nem OKJ szakma Magyarországon. Csak úgy mondanám. Jó? Ezért ki is állítunk róla bizonyítványt, illetve diplomát. Nézzük tovább. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási és 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjad árainak fenntartását. Tehát ezt a 12.500 forintos díjat vállaljuk továbbra is, hogy ezt fenntartjuk neked. Ez most ilyen akciósan, jó? És akkor ugye ehhez tartozik, mondtam, hogy van egy üzleti része. Én üzlettel kezdtem el foglalkozni 1987-től. Tehát 1987-től azóta 14 cég alapításban vettem részt tulajdonosként, de átlagemberként indultam. De azért elmondanám, jó? Tehát átlagemberként, és onnantól kezdtem el cégeket létrehozni, amikor elkezdtem foglalkozni a csapatépítéssel. Tehát addig nem hoztam létre egyetlen egy céget sem. 93-ban hoztam létre az első cégemet, és addigra már volt csapatom. Oké? Okay? És 93-tól 2000-ig hoztam létre ezt a 14 cég alapítást. Jó? 2000-től nem hoztam létre cégeket, újabbakat. Jó? Tehát ezt most csak azért mondtam. Mi a manó? Elment a laptopom. Ja, nem ment el. Csak visszalépett valahogy. Jó. Szóval, bárhol a világon milyen egy igazán jó üzlet? Nézzük meg. Tehát engem mindig érdekelt, hogy milyen egy jó üzlet, és amire egy vagyon és tőke nélküli ember találhatott üzletet, én azt megtaláltam, és abból is kiválasztottam azt, ami nekem szimpatikus volt, és elvetettem azt, ami nekem nem volt szimpatikus. A működésem során maga a PPH, ugye az mint név először 93-ban jelent meg, és 93-tól 4 piacvezetői pozíciót sikerült elérnem a vezetésemmel, illetve elérnünk a csapatommal. És ezáltal most ugye csak annyit, hogy ezáltal üzletembernek tartom magamat, de most ugye visszalépve egy gondolatot, gondold végig, hogy hány olyan embert ismersz, vagy hallottál egyáltalán, akik különböző területeken 4 piacvezetői pozíciót tudott elérni. Mert én még magamon kívül ilyenről nem hallottam. Jó? Világviszonylatban sem. Oké? Okay. Most akkor nézzük tovább, hogy mit jelent az, hogy egy igazán jó üzlet. Jó, gyorsan ezen végig szaladunk. Minél alacsonyabbak legyenek az indulási és működési költségek, a kezdésnél még ne kelljen rá vállalkozást nyitni, a jövedelemnek ne legyen felső korlátja,
legyen passzív jövedelem, tehát amiért az ember egyszer megdolgozott, rendszeres jövedelem legyen azt követően is. Szabadságot adó jövedelem legyen, akkor is legyen tehát jövedelem, ha a tulajdonos hosszabb ideig nem dolgozik. Elég sok vevő legyen, aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolásán vagy átverésén alapul. Amennyiben a vállalkozás fejlődése elagad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a továbblendítéshez. Az üzlet kidolgozott legyen, másolható rendszerű, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. Közben kötetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. Kockázatmentes üzlet legyen, konkurenciamentes üzlet legyen, gazdasági helyzet negatívan ne hasson rá, több lábon állás segítő üzlet legyen, munkavégzés gyorsan követő legyen a havi jövedelem, a vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is, otthonról is végezhető legyen, ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár, legyen egy közös cél, amivel az emberek egyet tudnak érteni. Üzletben dolgozók ne alkalmazottak legyenek, tehát ne legyenek egymásnak konkurenciájuk, hanem üzlettársak legyenek. Az üzleti tevékenységben ne fáradjon bele az ember, illetve ne rokkanjon bele. Jó? Most itt van 20 feltétele annak, hogy mit jelent egy jó üzlet. Jó? Tehát tudom, hogy sokan nem voltatok üzlet tulajdonosok sose. Én voltam alkalmazott is 13 évig, úgy kezdtem az életem. Voltam párhuzamosan alkalmazott és vállalkozó, és hány évig, azt mondja, hogy 6 évig, és 13 év alkalmazotti lét után azt mondtam, hogy elegem volt az alkalmazotti létből, és soha többet nem leszek senkinek sem az alkalmazottja. Azóta ezt én be is tartom. Sőt, ugye van egy ilyen mottom, hogy a világon mindenki munkanélküli lenne, nekem akkor is lenne munkám. Szóval a lényeg az, hogy rájöttem arra már a 90-es évek elején, hogy miért mondják azt, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Miért? Azért, mert ezzel kell a pénzt keresni. Oké? És ugye én 87-től keresem ezzel is a pénzt, 93-tól meg csak ezzel keresem a pénzt. És sokkal, de sokkal jobb ezzel keresni, mint bármi mással. Bármilyen más módon. És persze kell az, hogy az ember tisztességes úton keresse a pénzt, és ne valami lopcsal hazudik megoldással. És itt van ez a 20 tulajdonság, hogy mi, aminek meg kell felelni egy vállalkozásnak, vagy egy üzletnek, egy jó üzletnek, és ha megnézed ezt a 20 tulajdonságát egy jó üzletnek, nem találsz a bolygón olyan üzletet, ami megfelel ennek a 20 feltételnek. Egy van ilyen. Ez a mi üzletünk, a PPH. Nincs több. Nincs több. Tehát ezáltal nyugodtan ki tudjuk jelenteni, hogy a világon csak egyetlen egy üzlet felel meg ezeknek a feltételeknek. És amennyiben nyitott vagy a világi legjobb üzletére, tehát azért a legjobb üzlet, mert ennek felel meg. Várunk szeretettel. Oké? És akkor nézzük tovább. Hogy néz ki a vállalkozói üzlet? A PPA üzleted eredményei után, tehát mi az eredmény? A tanulók szervezése és a csapat létrehozása. A piac, az ajánlói piac, tehát mit jelent az, hogy ajánlói piac? Tehát ahol mondjuk üzletkötői díjat fizetnek ki. Jó? Tehát ezt úgy hívják általában, hogy jutalék.
Tehát ahol jutalékot fizetnek bármiért, bármilyen forgalmazás után a bolygón, ilyet nem fogsz találni, hogy 77,6%-a a bevételeknek az visszafizetésre kerül azoknak, akik részt vesznek az üzletben, a szervezésben. Tehát az ajánlásban. Tehát ilyet nem fogsz találni sehol. Na most ez azt jelenti, hogy 25%-tól 77,6%-ig ez teljesítményfüggő. A csoportban, tehát ugye ezáltal létrehoz az ember egy tanulói csoportot. De ez a csoport láncszerűen épül fel. Egy lánc. Olyan, mint az emberek a láncszemek. És időrendi sorrendben a láncszem legutolsó végére csatlakozik be a legújabb ember. Ezáltal mindenki egymás alatt van időrendi sorrendben. Ezért láncépítő üzlet. A láncban lévők tandíjából, akkor is, ha te szervezted, akkor is, ha nem te szervezted, visszajuttad számodra a teljesítménytől függően, a teljesítményedtől függően 5%-tól már 53%-ig. Ez a 77,6% is nő, és az 53% is nő. Ez alacsonyabb szintről indult. Tehát mikor kisebbek voltunk, alacsonyabb százalékról működött az indulás. Mióta nagyobbak vagyunk, és ahogy növünk, egyre magasabb ez a százalék. A PPA vezetők segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz 6, 7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. De ha nekem mondjuk 9 számjegyű jövedelmet szeretnél, én annak nagyon örülnék. Ja? De tényleg. A jutalékokat a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod rendezvényekre, illetve felveheted. Nem éves, ez havi. Jó? Tehát mondjuk akár havi 9 számjegyű jutalék. Az se lenne rossz, hogyha annyit keresnél. Nézzük meg, milyen képzéseink vannak. Itt a végén van 25 nagy témánk. Egy téma több hónap. Jó, jelenlegi témánkat azt 5. hónapja tanuljuk, és az alapok alapja az az etika kócsképzés. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy visszamenőlegesen esetleg vásárolja meg, mert jó soká fog még sorra kerülni, hogy az etika. Ez egy 4 hónapos képzésünk volt. Annyiba kerül a visszamenőleges képzések vásárlása, az a 12.500 forint, mint utána a havi tandíj. Tehát a 2. hónaptól. Eredményes tanulás kócsképzés, önismeret kócsképzés, vérmérséklet kócsképzés, hangulatjavító kócsképzés, személyiségfejlesztő kócsképzés, elnyomásfeloldó kócsképzés, önbizalomteremtő kócs, szeretetteremtő kócs, párkapcsolat kócs, gyermeknevelés kócs, egészségteremtő kócs, boldogságteremtő kócs, célmegvalósító kócs, kommunikációs kócs, emberi bánásmód kócs. A bolygón nincs még egy kócsképző intézet, amely ennyi kócsképzést adna az embereknek, ennyi típusút. Jó, csak úgy mondom, bolygó szinten nincs. Emberi bánásmód kócs, hatékonyság kócs, növekedés kócs, leszoktató kócs. Miről szoktat le? Szenvedélyekről. Így van. Pénzteremtő kócs, szervezetvezető kócs, probléma megoldó kócs, sikerteremtő kócs, életszervező kócs, marketing kócs, konfliktusfeloldó kócs. Jó, ez a 25 téma. Tehát 25 nagy téma, azért nagy téma, mert mind több hónapos. Jó? Akik például szervezésben elindulnak, azok a weboldalról tudnak segítséget kapni, illetve a vezetőjüktől
személyes segítséget tudnak kapni. Mindenkinek van itt saját vezetője, tehát mindenki. Mindenki tud személyes segítséget kapni, nem csak a szervezéssel, az üzlettel, PPA üzlettel kapcsolatban, hanem az életük vezetésével kapcsolatban, tehát az életükben bármilyen területen elakadnak, akkor tudnak segítséget kapni. Akik a Nyílt Akadémiánál, tehát nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az életüket és eljutni a szeretett korszakba. Tehát nekem az a célom, én azért vagyok itt a bolygón, tényleg, hogy minél több ember visszakerülhessen oda, honnan jött. Egyébként a bolygó lakosságának nagy része az 1, 2, 3, 4 vagy max. 5 inkarnációt élt meg. Vagy egyet se eddig. Oké? Tehát nulla inkarnációt, vagy 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt élt meg. Persze vannak olyanok, akik nem, akik nagyon régóta itt vannak, és azért jöttünk le, hogy tisztában legyél ezzel. Te azért vagy most itt, mert te is azért jöttél le, hogy hoppá, kihozzuk abból a mókuskerékből, abból az inkarnációs, reinkarnációs folyamatból az embereket, és visszavigyük őket az arany, a szeretett korszakba, ugye a fenti létformába. Tehát a fenti létformába. Ugye amikor tanultál olyanokat, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést, hogy elfordítottam. Tehát tanultál olyanokat, hogy mit tudom én, meghalsz, akkor a lelket hova, stb. Megy. Jó, az egy létközi állapot. Tehát a létközi állapotból visszaszületsz. Nem a létközi állapotba kell felkerülnöd, hanem véglegesen vissza kell kerülnöd oda, honnan jöttél, és akkor visszakapod az összes eddigi tudásodat, amivel eddig rendelkeztél. Most gondold végig, valószínűleg sok millió éves lelked van, ha csak nem több milliárd éves, és annak a tudását vissza tudod kapni. Ameddig itt rohadsz a Földön, bocs, hogy ezt mondom, addig minden egyes leszületésnél törlik az előző életi tudásodat, és elmentik, és utána egyszerre vissza tudod kapni, amikor visszakerülsz a fenti létformába. Érted? Nem mikor visszakerülsz a létközi állapotba, akkor nincs, akkor annyi tudásod marad, amit az előző életben megtapasztaltál. Schluss. Oké? Tehát most gondold végig, milyen mérhetetlen tudással rendelkeztél azelőtt, mielőtt lejöttél ide a bolygóra. Tehát az angyali létformák már gyakorolják az anyag teremtését. Ez csak úgy, hogy tisztában legyél vele. Ami azt jelenti, hogy az energiából képesek valamilyen szinten anyagot teremteni. A magasabb angyali lényeg, az isteni lényeg bolygókat és naprendszereket teremtene. Világos ez? Csak hogy tisztában legyetek ezzel. Tehát odafönt van mit fejlődni, és azért jöttél le, hogy ne csinálj egy olyat, mint ami volt a világtörténelemben, és akkor hozták létre a földi iskolát, amikor a Lucifernek a lázadása volt. Oké? A Lucifer lázadásának a befejezését követően jött létre a földi iskola. Hogy a lelkek idejönnek tapasztalni, és megtapasztalják, megéljék a feltétlen szeretetet, oké? Megéljék a jó és a rossz közti határozott különbséget, és soha többé ne akarjanak szembefordulni, még véletlenül se a teremtővel. Világos ez? Tehát, hogy ne forduljon még egyszer egy olyan elő, amit Lucifer lázadásként híresült el. És ő nem egyedül csinálta, hanem ugye sok-sok lelket állított maga mellé, és fellázottak a teremtő ellen. Oké? És hogy ez még egyszer ne forduljon elő, csináltak földi iskolát
két földi iskolát. A másik földi iskolán már aranykor van, csak úgy szeretném mondani. Itt még nincs, meg kell teremteni. Oké? Tehát azért születtünk le, hogy ezt megteremtsük. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a házigazdáknak a szót. Szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt az érdekfeszítő előadást. Valóban ebben a mai világunkban ez a 10 életterület, amivel az emberek úgymond küzdenek, és ha körülnézünk világunkban, akkor ha megnézzük, én tényleg ez egy olyan gyönyörű rendszer, ami úgy van felépítve, ha megnézzük, akkor az első és a tízes önmagadról szól, és az összes többi az magával viszi, hogy jól vagy rosszul működteted. Ezeken a képzéseken igazából a kiinduló pont az egyes és a tízes, a hitrendszerünk és a önmagunkkal való bánásmódnak a helyes kezelése, és azon keresztül gyönyörűen meg tudjuk itt tanulni, valóban szükséges 9 év alatt, hogy a többi életterületünk is gördülékenyen működjön, és ebben a mai problémás világunkban helyesen tudjuk kezelni, ki tudjuk zárni azokat a tényezőket, amik úgymond zavarnak bennünk, és a itteni közösség, ez a csodálatos közösség, ami szeretetben működik, megerősít bennünk, és nagyon jó visszacsatolást ad. A mi életünkre vonatkoztatva valóban nálunk is voltak úgymond hullám, völgyek, hegyek, és ezt a képzések által gyönyörűen meg tudtuk oldani párommal, ugyanis mesterünk mondta, hogy ha van egy probléma, ott marad a figyelmed, és ha ezt nem oldod meg, akkor nem tudsz tovább lépni, nem tudsz fejlődni. És ezt itt nagyon szépen megtanultuk kezelni, és tovább tudtunk haladni. És elmondhatjuk magunkról, hogy egyre csodálatosabb életet élünk az egész családunkkal, a lányainkkal, akik hál' Istennek, ők is csatlakoztak hozzánk, és ők is, így nagyon büszke vagyok rájuk, hogy fiatalon elkezdték velünk, és járjuk együtt az utat, és nagyon örülünk neki, hogy akik itt tanulnak, hogy egyre több mosolyt látunk az arcukon, hogy itt megtudjuk azt, hogy igen, egymást tudjuk erősíteni, ugyanis az embereknek akármennyire is versenyszellembe élünk. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem erre van szükség, hanem mindenki az elismerésre vágyik, mindenki arra vágyik, hogy hatékonyan együtt tudjon működni a másikkal, hogy szeretetet kapjon, hogy visszacsatolódjon, és ezt nem merjük bevallani magunknak, mert versenyzünk egymással, aminek igazából semmi értelme nincs szerintem. Tehát, hogy itt nagyon szépen megtanuljuk, hogy egymásért élünk, mert ez ad erőt, ez visz tovább, és fontos a családi egység, és az, hogy erősítsük ezt egymásban, hogy segítsük. És itt megkapjuk a vezetőktől mindezt. Egymástól megkapjuk visszacsatolásokat. Az, hogy más kívülről másképp lát engem, és ezt kimerjük egymásnak mondani, ez nincs máshol meg. És ettől csodálatos ez a Nyílt Akadémia, és köszönjük mesterünknek, hogy ezt létrehozta nekünk. Mert valóban ez a fény, ez az út, ami előre viszi az embereket. És minden negatív információt segít úgymond leküzdeni a közösség ereje. Ennyit szerettem volna mondani. Így van. Annyira jól elmondott mindent párom, hogy igazából be is fejezhetnék. De nem akartam szabadul vágni, mert nagyon jól elmondtál mindent, a lényeget. Én is így látom. És el tudom mondani, egy életem legjobb döntése volt nyilván a kapcsolatunk kezdése után, hogy itt tanulunk Szedlacsi Miklós mesterünknél, és érintetted azokat a gondolatok, amiket én is szerettem volna mondani. Egyik az, hogy amióta megismerkedtünk, mi kerestük a lehetőséget arra, hogy változtassunk. Emberi módon éljünk, kijöjjünk abból a csodálatos bankhitelünkből, akkor kerestük azt, hogy hol lehetünk
valóban szabadok, hol lehetünk, emberek módjára élhető lények itt a Földön, mert gyerekkoromban is már mindig körbenéztem, és mindig gondoltam, hogy valami nem oké. Tehát biztos, hogy látom, hogy itt bólogatnak emberek, és nem csak a meleg miatt, hogy ők is érzik ezt. És hát, amit mondtam, ez 2001 óta, amióta megismerkedtünk, azóta keresünk, és 17 évig csak kerestünk. Kerestünk, de nem találtunk igazi megoldásokat, igazi olyan szervezetet, aki megadja nekünk azokat, amiket máshol csak elmondanak. Tehát amit láttattátok a jó üzletnek a 20 tulajdonsága, az csak a jéghegy csúcsa. Az csak az a körülépített, működtető motor, ami az egész képzést betakarja, ami előre viszi, eljutatja az emberekhez. Mert mi is tapasztaltuk azt, hogy egyrészről ingyen tanács senki nem kér, másrészről pedig akármennyire rengeteg spirituális tudású ember él a Földön, találkoztunk spirituális megvezetésekkel, találkoztunk olyanokkal, akik félre akartak minket vinni, viszont egyik se vallotta be, hogy ő is pénzből él. Jáv mondta, hogy repkedjünk a Föld fölött 10 centivel, nem segít semmi. Pénzből él, Szedlacsi Miklós ezt jól felismerte, egységet tudott alkotni a szellemiség és az anyagi világ között, és kerek egészét tudta tenni azt, amit mi kerestünk, és amiben megoldást kapunk arra is, hogy tehát ha most itt nézed a videót, vagy itt ülsz a nézők között, hogy igazán szabadságot egyrészről a alagút végén meglátsz azt, hogy ott a szabadság vár. Sehol máshol nem kaptuk meg, itt megláttuk a fényt az alagút végén, amire ki van javítik, hogy szabadság. Nyilván sokat kell tenni érte, de az nem baj. Ha tudjuk, hogy mit kell tenni, már pedig azt is tudjuk, akkor meg tudjuk tenni, csak tenni kell. A másik az, amit kerestünk, és itt találtuk meg, az pedig az, hogy itt elismerést nem csak kapunk, hanem adhatunk is másoknak, és ez hatalmas, ismeretlen érzés volt nekem. De lehet, hogy mások is így vannak vele, és aki még nem tapasztalta meg, javaslom, hogy tapasztalja meg, mert ha olvastátok a lelki szinteket, ott bújik az elismerés, és az nem arról szól, hogy kapjak, hanem inkább arról, hogy adjak elismerést. Azt is itt kaptuk meg, hogy igazán jól érzük magunkat a bőrünkbe. Máshol lehet csak trombitálják. Itt megkapjuk azt, hogy valóban jól érezzük magunkat a bőrünkbe. És lehet itt most 30 fokot elem, akkor is jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Nem számít. Ha hideg lenne, akkor is jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Úgyhogy ezt is megkaptuk. Megkaptuk azt, hogy igazán itt tudunk előrelépni. Megkaptuk azt, hogy igazán itt tudunk úgy fejlődni, hogy ami bennünk van, azt ki tudjuk teljesíteni. Azt előre tudjuk hozni, azt fel tudjuk megítani, hibáinkat nyilván kijavítani. De itt kaptuk meg, sehol máshol eddig. És 17 évig kerestünk, és több mint 5 éve már itt tanulunk. Igaz? Uh-huh. És itt kaptuk meg. Köszönjük Szedlacsi Miklósnak. És nyilván Párjának, Mariannak, mert őtől is rengeteget uh-huh. kapunk. Uh-huh. Rengeteget. Szeretne még valamit mondani? Igazából az, hogy tényleg így a... annyit szerettem volna, hogy mennyire fontos az egység. Tehát pont ezeken gondolkodtam, hogy ahogy a Szedlacsi Miklós mondta, hogy a segítség, egészség, egység, hogy ez mennyire fontos. És ez mind teljesen megformálja a közösség, hogy az emberek egymást szeretik, és hogy oda-vissza csatolnak egymásnak, és ahogy elismerik egymást, úgy tudnak fejlődni együtt. És ezt itt megkapjuk. Így van. Így igaz. Jó, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy aki most itt ül, vagy nézi a videót, és még nem tanuló, az gyorsan legyen az, hogy megélje, megtapasztalja mindazt, amiről most beszéltünk, reméljük, hogy átment. Ha már tanuló vagy, akkor viszont lehet, hogy van neked olyan dolog, amit szeretnél az életedbe rendbe tenni. Lehet, hogy van olyan dolog, amit egy kicsit görbe is szeretnéd kiegyenesíteni. Lehet, hogy van olyan dolog az életedben, amit szeretnéd, hogy jobban menjen. Na most erre nem találtunk jobb megoldást, mint az, hogy tenni a szeretet koráért, magyarul még hívni embereket, hogy ők is megtapasztalják, ők is megismerik mesterünket,
És ezáltal most már megtapasztaltuk, hogy a fentiek egyenes arányosabban azzal, hogy mi hogyan teszünk az aranykorét, a szeretetkorét, ők egyenes arányosságban egyenesítik ki a mi problémáinkat, gondjainkat, és mind a jót és eprő szépen esöprik előttünk az akadályokat, de ne azért, hogy akkor hátradőljünk és akkor nézegessünk, hanem azért, hogy tovább tudjunk haladni, fejlődni, és még sok-sok embernek ezt el tudjuk mondani. Úgyhogy egy szerettem volna mondani. A szünet után, igen. Ha a szünet után, ami most következik, a gyereknevelő és a traumakezelés, így van, ötös képzésünk kezdődik. Ha itt vagy a nézők között és nem vagy még tanuló, akkor szeretettel várunk, részt tudsz venni a képzésen, egyszer díjmentesen, úgyhogy maradj itt és tapasztald meg, kóstoljál bele, hogy milyen ez a képzés, milyen fantasztikusan szuper. Ha nem, akkor elbúcsúzunk tőled, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki itt ül 30 perc múlva a képzésen. Szünet.